Kiemelt ügyként kezeli a csatornázást a kerületi önkormányzat, ezért a lehető legtöbb területen nyújt segítséget a lakosoknak. A tájékoztatás az egyik legfontosabb része ennek a folyamatnak, ezért lakossági fórumot tartottak a sportkastélyban. A gyűlésen az egyik központi kérdés a mennyibe kerül volt, a másik, hogy melyik utcában mikor kezdődnek a munkálatok. Azon a területen, ahol mi lakunk, anno a városképben megjelent egy tervezett csatornázási nyomvonal, amiben a mi utcánk ugyan névlegesen nem szerepelt, de egy utcát kitoltak teljes hosszáig, és most a kiírásban a mi utcánkat nem láttam a csatornatervezésben. Szenecei Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester helyettes a fórumon arról beszélt, hogy a csatornázás kérdése 20 éven át megoldatlan volt a kerületben, az előző városvezetés nem tudott érdemben lépni az ügyben. Veszent Imre, Veszent Lőrinc, és minden egyes kerület, amely ezen projekt kerületéből most teljes csatornázottságot fog élvezni, már sokkal korábban, sokkal hamarabb el kellett volna jusson erre a pontra. A csatorna rendszer kiépítéséhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás 40 ezer forintos díját átvállalta az önkormányzat. A lakók feladata az ingatlan határán belüli rákötés és a házi hálózat kiépítése. Ennek költsége a csatorna hosszától, lejtésétől és a terepviszonyoktól függően 100-300 ezer forint között van. Részletfizetési lehetőség van-e? Itt értelemszerűen a kivitelezési munkálatokra gondolhatott a kérdező, hiszen ahogy azt polgármester úr elmondta, a csatorna rákötések most már ingyenesek, tehát önöknek azért, hogy az ingatlanon belül egy méterre behozzák a csomagot, ezért nem kell fizetniük, ezt az önkormányzat eltörölte. Itt értelemszerűen a belső munkákra vonatkozhat a kérdés, ami ugye két részre osztható, egyrésztről a tervezési költségek, másrésztről pedig a belső kivitelezési munkálatoknak a költségei. Az önkormányzat a teleghatáron belüli munkálatokhoz szociális alapon kamatmentes visszatérítendő támogatást tud nyújtani, a bekerülési költség 50%-áig, de legfeljebb 100 ezer forintig. Ebben a kerületben közel 100 kilométernyi csatorna hiányzott, és ugye számtalan számot ismerünk, számtalan számot tapasztaltunk már, és hallottunk, hogy hány olyan család van, amelynek az ingatlana nincsen bekötve a csatornába, a csatorna hálózatba. Hogyha ezt megnézzük és végig gondoljuk, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy közel 8000 háztartásnak nincsen vezetékes szennyvízre rákötési lehetősége ma sem a 18. kerületben. A lakossági rákötéseket várhatóan 2014 második fél évétől lehet megkezdeni. A fórumon résztvevők tájékoztatást kaptak az ütemtervről, de részletes tájékoztatást olvashatnak a bp18.hu portálon a főbb kérdésekről. Az érintett utcákban plakátok jelzik majd a munkarendet, és az egyéni képviselők is válaszolnak a hozzájuk fordulóknak. A kivitelező cégek munkatársai személyesen is felkeresik a tulajdonosokat, továbbá információ kérhető a 0680 205 412-es zöld számon, és az infokukac@épülőcsatorna.hu e-mail címen.